Kettő-három! Rábor! Kettő-három! PTMT Gyula Firátót. Mozgalmas mérkőzésen vagyunk túl. Mi történt a pályán? Hát megbeszéltünk valamit a játékosokkal a mérkőzés előtt, és hát nem azt, ami történt majdnem, hogy csak 60 percig a pályán. Azt beszéltük meg, hogy tényleg, hogy akarni kell, tehát csinálni kell, amit hogyha a célunk is van, tehát nyilván, hogy minél előrébb tudjunk végezni, ez viszont pontokra van szükségünk, és itt nyilván a Gyula Firátot ellen, hogy mi voltunk az esélyes csapat, mert ők hátrébb vannak a tabellán, de minden mérkőzésen ugye meg kell tenni mindent ahhoz, hogy tudjál gólokat szerezni, meg hogy három pontot tudjál szerezni. Viszont nem, mi nem tettünk meg, főleg az első fél időben nem tettünk meg érte semmit. Én úgy gondolom, hogy azért úgy helyzeteink, tehát meg a pályán mutatott játék alapján nyilván mi vagyunk a jobb csapat, de sajnos ugyanúgy, hogy a most egy jó pár meccse, ez jellemez minket, hogy azért úgy eltámadjuk magunkat, tehát már tényleg próbálunk, mindenki feljebb van, mindenki próbál gólt szerezni, vagy feljebb van, hogy hátha helyzetet tud kerülni, ezáltal fellazul a védelmünk, és kapunk egy gólt, miután viszont mindig rohannunk kell az eredmény után. Ez viszont a legrosszabb forgatókönyv. Mert lehetne ebből nyugodt meccset is játszani, hogyha tényleg azzal a kreativitással játszanak a játékosok, ahogyan eddig játszottak, meg ahogy edzésen is látom őket. Másik félre visszajöttünk, és kaptunk egy gólt. Aztán utána viszont végig futottunk az eredmény után, meg próbáltunk váltani, és talán a 82. percben jött meg az egyenlítő gólunk, ami már amúgy érett, és itt a 95-96. Percben szereztük meg a győzelmet, illetve az utolsó másodpercek utáni pillanatban. Tényleg a csapatnak gratulálok, mert tényleg így a végig, tehát 96. percig tudott küzdeni, de mondom, azért úgy nem teljesen vagyok boldog ettől az eredménytől, mert a győzelemtől igen, mert nyilván ez kellett nekünk nagyon, meg kötelező volt, viszont a mutatott játék, tehát ennél többet kell nyújtanunk. De maga ez a mérkőzésen úgy gondolom, hogy megérdemelt volt az, hogy fordítani tudtunk, mert többet tettünk érte, szerintem ezért a győzelemért, mint a Gyula Firátot. Az első fél időben sok eladott passz, talán többször megtört a Gyula Firátot védelmén a támadás. A második fél időben viszont szinte a Gyula Firátot kapuja előtt zajlott a mérkőzés. Én úgy vettem észre, hogy talán a hazaiak jobban bírták fejben végig, míg a Gyula Firátot talán már a végén nem győzte. Vannak olyan mérkőzések, amikor van egy sokkal esélyesebb csapat, és te kapud előtt zajlik a játék. És amikor az első perctől kezdve beszorítanak úgymond a kapud elé, vagy hát nem is a te kapud elé, hanem te térfeleden megy a mérkőzés, ugye ahhoz egy nagyon-nagyon jól megszervezett védekezést kell csinálni, hogy az jól működjön. És ugye én úgy gondolom, hogy jól megszervezett védekezést, az első félre főleg, mert nem nagyon tudja, oké, meglettek volna a lehetőségeink, meg tényleg rajtunk múlott, én úgy gondolom, de akkor sem kaptak gólt. Igazából ez jól működött. És ugye kontrákra voltak berendezkedve, amit nyilván itt nem is lehetett más csinálni, mert azért műfűes, nagy pálya, meg tényleg tehát ez idegenben is voltak, úgyhogy ezt lehetett csinálni. És ez viszont annyit kivesz belőlük, hogy ezt nem lehet. Ebben az osztályban szerintem nagyon, nagyon nehéz azt bírni végig ezt a
hogy jól tolódj le, hogy tényleg, hogy koncentrált maradj. Ebbe szerintem ezt nehéz így 90 percig. És ugye nálunk meg tudtam cserélni, volt 5 cserém, tehát tudtunk változtatni dolgokon, és akár felállásba is, és így ezáltal nyilván hoztunk be lendületet a csapatba, és ez plusz adott még egy erőt nekünk, és ezért viszont lendületesebbek is lettünk, meg erőszakosabbak is, és amikor megkaptuk az első gólt, ugye akkor viszont úgy éreztem, hogy a csapat is, mint hogyha elkezdett rádöbbenni arra, hogy húha, hát ezért tenni is kéne azért, hogy mi nyerjünk, és ezáltal a csapat is adott bele egy plusz ebbe, amit viszont a Rátót jól állt a sarat végig, de hát ugye itt végül is a lefújásig tart egy mérkőzés. Oda-vissza nagyon sok sárga lap született a pályán. Igen. Mostanában nagyon sok sárgát kapunk, és igazából nem is szabálytalanságokért, hanem úgy érzem, hogy dumáért, vagy tényleg az, hogy úgy érzem, hogy nem, tehát nem annyira jól kezelik a mérkőzéseket a játékvezetők ilyen szempontból, ilyen sárgalapok, meg tényleg a sárgalap osztások tekintetében, mert például olyanokra kapunk sárgalapot, amit úgy érzek, hogy tehát egy mezőnybeli szabálytalanság, amiben nem, tehát semmi köze nem volt ahhoz, hogy esetleg egy helyzetben gátoltuk volna az ellenfelet, hogy tényleg, hogy gólt szerezzenek, vagy nem volt semmi olyan helyzet, ami indokolta volna azt, hogy mondjuk az egyik játékoson sárgát kapjon, és tehát kisárguljon, mert ezzel az ötödik sárgát megkapta, és nem játszott jövő héten a csapatkapitányom. Jó, tehát nem oké, csak nem volt indokolt ez a dolog, és ugye azért kaptunk egy sárgát. Kaptunk még egyet, mert szabálytalankodtunk, és nem vagyok annyira mártír, de én úgy gondolom, hogy nekünk extrán szórják mostanában ezt a sportársak, és nem gondolom, hogy teljesen megérdemeltem. Következő mérkőzés? Következő mérkőzésen Almádiba megyünk, ami, hát igen, az már, ugye most úgy idézőben volt egy olyan sorozatunk, ami ugye, hát jó mögöttünk lévő csapatokkal játszottunk, de Almádi is mögöttünk van, viszont ott idegenben, ez egy nagyon jó mérkőzésnek nézünk elébe. Két játszós csapat, ez egy más meccs lesz.